pozsonyi csata. A harmadik szövetség. A hunok hódítása óta a Kárpát-medence egésze a nomád pogány szittya népek európai bázisa volt. A keresztény nyugat a római Pannóniát akarta visszaszerezni, és igyekezett megtörni, megosztani a szomszédos törzsszövetségeket. Váltakozó szerencsével folytak a harcok. Nyugat-Európa gyakran lángokban állt, máskor a nomádok kényszerültek hódolatra. A hun szövetséget az avar követte. 250 éves uralmát Nagy Károly birodalma zúzta össze lovagjaival a 800-as évek elején. Száz év telt el addig, míg az etelközi sztyeppéről egy újabb szittya szövetség, a magyar indult a Duna medencéjét meghódítani. A Hun dinasztia örökösei vérszerződést kötöttek, és a Turul nemzetség fejét Álmos tették meg fejedelemnek. Az ő sorsa volt, hogy a magyarok népét az áldott földre vezesse. A 895-ben a törzsszövetség elfoglalta a Kárpátok ösvényeit, és néhány év alatt meghódolt előtte minden tartomány. A honfoglalás után a magyarok elődeikhez hasonlóan támadó hadjáratokkal biztosították az új szállás területet. A megosztás stratégiáját követve mindig más keresztény fejedelem szövetségében álltak, úgy folytatták gazdag zsákmányt ígérő vállalkozásukat. Európa tehetetlenül állta a szittyák nyílzáporait. ...899-ben szörnyű csapásként zúdultak Itáliára, és megsemmisítették Berengár seregét. A keleti frank királyság volt ekkor a legnagyobb keresztény hatalom. Svábföld, Frankföld, Szászföld, Bajorország, Morvaország és Karintia alkotta erejét. A század elején a germán keleti frankok felbátorodtak, és állandóvá vált az ellenségeskedés. A 902-ben a bajorok törbecsalták és orvul meggyilkolták Kurszán magyar vezért. Tárgyalás ürügyén a táborba hívták, ott támadtak rá a német lovagok. Így tört ki a háború, melynek tétje a Kárpát-medence birtoklása volt.
1907-ben gyermek Lajos, a frankok királya egyetlen elsöprő támadással kívánta a magyarokat elpusztítani. Enns várában gyülekezett a keresztény sereg, és 3 napon keresztül misét hallgatott. Majd előhozták a szentek zászlait, és megindultak a magyar határ felé. A Magyar Törzsszövetség élén álmos fia Árpád fejedelem állt. Az ő feladata volt a német inváziót megállítani. A hadjáratot a bajor évkönyvek így mesélik el. Egybehívták mind a férfiakat, és hadat üzentek a magyaroknak. A Duna mindkét partján megindultak a bajor előkelők harcra kész és támadó sereggel. A hadvezérek a csapatokat 3 részre tagolták. Luitpold, az osztrák határparancsnoka az északi parton, Teotmár salzburgi érsek pedig a délin haladt. A Dunán pedig a bajor urak hajóhaddal szállították csapataikat. De a magyarok sem maradtak tétlenek és gondtalanok. Komolyan felkészülve tűntek fel mindent, amit hasznukra lehet, fegyvereket, katonákat, lovakat, jó előre készenlétbe helyeztek, s mivel már nem is a dicsőségért, hanem az életükért harcoltak, keményen ellenálltak. Közben néhány katonájukat a bajor csapatok harcba csalogatására küldik. Mindkét királyuk a rendelkezésükre álló legnagyobb számú lovassággal a püspökök oszlopára támad. Mintha csak fürge lovaikkal át akarnák törni az arcvonalat, nagy erővel támadnak, s hatalmas nyílfelhőt bocsátanak ki. A bajorokat a szarújjakból kilőtt nyílveszőkkel borítják el, majd ismét hátrálnak. Gyorsabbak nehéz fegyverekkel felszerelt seregünknél, s amikor még azt hisszük, hogy távol vannak, már ott is teremtek, s amilyen gyorsan jönnek, ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. Amikor már azt hiszed, hogy győztél, a legnagyobb veszélyben találod magad. A megfáradt bajor sereget támadják, fölébük kerekednek, eltiporják, legyilkolják őket.
nem csak a németeknek voltak veszteségei. A csata forgatagában Árpád fejedelem is halálos sebet kapott. Az összeszokott nomád sereg azonban vezére nélkül is megállta a helyét, tönkreverte a német sereget. Augusztus idusának 5. napján a magyarok éjjel a Dunán titkon átúsztattak. Lajos legátusát, Luitpoldot, Izengrim étekfogómestert egész csapatával, 15 vezérrel együtt a táborban megölték. A rákövetkező napon azokkal végeztek hasonló módon, könnyedén és erőfeszítés nélkül, kik halálra váltan a hajókon tartózkodtak. 3 napon át folyamatosan dúlt a harc az égiek harangvásának közepette. A bajor nemesség legnagyobb részt elpusztult, a köznépet számolás nélkül vágták le. Luitpold Bajorország keleti részének vezére, a bajor fejedelmek nemzetségének ősatja, 3 püspökkel, 3 apáttal, 19 bajor előkelővel együtt életét veszte. A magyarok nagy győzelmet arattak, zsákmánnyal teli táborokat kaparintottak meg, a menekülők nyomába eredtek. Megfékezésükre Lajos a sereg szétszélett katonáit egybegyűjtötte, újabb csapatokkal egészítette ki a mellette maradt tartalékból, nem tudván az ellenség által előkészített cselvetésről. A magyarok a mezővel szomszédos erdőben rejtették el a sereg egy részét, ahonnan szemmel lehetett tartani az ütközetet. Magyarok menekülést színleltek. A mieink elkeseredetten üldözték őket, ám alakzataik felbomlottak, a csatarend szétesett. A látszatra menekülők a lesvetés helyéhez vezették őket, ahogy elhaladtak az erdő mellett. Az ott rejtőzködők kiáltozva váratlanul rárontottak a mieinkre. Mindenfelől körbefogott bajorokat legyilkolták, Lajos király Passauba menekült. A magyar szövetség ezzel a csatával biztosította nyugati határait, és 3 emberöltőn keresztül kalandozásokkal tartotta rettegésben a keresztény világot. A 3. szövetséget már nem lehetett megtörni és megsemmisíteni.
A magyarok a század közepétől külső nyomás nélkül kezdik meg a közeledést a keresztény Európához, melyet egy Árpád-sarj, István fejedelem tesz majd teljessé.